A kerékpárosok számára sem mindegy, hogy milyen minőségű aszfalton közlekednek Tiszalök utcáin. Vadonatúj a burkolat az Ady Endre utca nagyjából 600 méteres szakaszán, de nem csak ezt, hanem másik 9 belterületi utat is korszerűsítettek a kisvárosban. A fejlesztéseket az önkormányzat egyedi kormányzati támogatásból valósította meg. Konkrétan csak az útra minden tervezés és minden más levéve 84 millió forint állt rendelkezésünkre. 10 utcát tudtunk ezzel, utcának az útjait tudtuk felújítani, illetve utcarészleteket, kisebb zsákutcákat, olyan városrészben is építettünk most aszfaltutat, ahol eddig legfeljebb matasfaltos felület volt, és nyilvánvaló, hogy ezzel nem végeztünk, hiszen tizen sok évvel ezelőtt, amikor elkezdtünk felújítani utakat, azokra már vissza kell mennünk, tehát ez egy ördögi körforgás, de még amúgy nem is jártunk el a végére. Az önkormányzat ennek megfelelően még idén pályázni fog újabb forrásokra. Mivel Tiszalök népessége meghaladja az 5000-et, így a Magyar Falu program támogatásaira nem jogosult a település. Minai Győző országgyűlési képviselő ugyanakkor hangsúlyozta, a TOP Plusz pályázatai lehetőséget biztosítanak belterületi utak korszerűsítésére. A politikus szerint a megfelelő közlekedési infrastruktúra elsődleges egy község vagy kisváros élhetősége szempontjából. Egy településen, hogyha egy polgármester, egy országgyűlési képviselő, de akár egy önkormányzati képviselő találkozik az emberekkel, néhány mondat után azt mondják, hogy de képviselő úr, ez a járda, ez már régi, föl kellene újítani, vagy ez az útszakasz nagyon kátyus, és élhetővé teszik-e a települést, főleg, hogyha a belterületi önkormányzati kezelési utakat sikerül följavítani, mert ugye azt el kell mondani a tévénéző kedvéért, hogy vannak közút kezelésében lévő utak, illetve önkormányzat kezelésében lévő utak, és azért örülök annak, hogy Tiszalökön most ez a 10 utca vagy utca szakasz megújult, közel 2,5 millió méter hosszan, mert ez egyedi kormányzati támogatással, hazai forrásból valósult meg. A városvezetés nem csak a közlekedés feltételeit szeretné javítani. Várhatóan már ősszel megkezdődik a csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítése a település központjában. Az önkormányzat pedig több intézmény energetikai fejlesztésére és a település óvodájának bővítésére is adott be pályázatot.